Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán. Ritkán van olyan alkalom, amikor úgy ülök le egy videót felvenni, hogy nem vagyok a toppon, de a mai nap az ilyen, nincs túl jó kedvem, az időjárás is nagyon borongós, és valahogy minden úgy alakult, hogy a külsőmmel is ezt a hangulatot idézem meg, a videó témája is pont ehhez kapcsolódik, mert hogy ma 4-4 terméken keresztül szeretnék tapasztalatokat megosztani veletek arról, hogy egy-egy vásárlásomat megbántam-e, vagy éppen nagyon bejött a dolog, szóval, hogy megérte beruháznom arra a termékre, vagy sem, valami miatt csalódást okozott, vagy éppen nagyon megkedveltem, szóval egy ilyen beváltak hosszú távon per megérte az árát, nem érte meg az árát típusú videó követ, és hát ahogy mondtam, tényleg a külsőmmel is megidéztem a videó témáját, ez a fülbevalóimban például meglátszik, ez a rossz oldal, a sötét oldal, ez a jó oldal, ugye a fényes, a körömlakom színe pedig tökéletesen illeszkedik az esőfelhőkhöz, amelyeket itt most látok, hogy kinézek az ablakon. A TK Maxban találtam ezt a Least Effort féle hajgöndörítőt, és hát először is nagyon megörültem neki, mert láttam, hogy ez az úriember egyébként egy angol sztárfodrász, mesterfodrász, és úgy voltam vele, hogy egy ilyen embernek csak és kizárólag kiváló terméke lehet. Én pedig régóta szerettem volna egy jó minőségű hajgöndörítőt magamnak, gondoltam, ez lesz a tuti. És az első pár alkalommal még ugye a lelkesedés heve vitt, és úgy voltam vele, hogy wow, micsoda vásárt csináltam, aztán ugye minél többet használtam a terméket, egyszerűen meg kellett állapítanom, hogy hosszú távon kijött az a dolog, ami nekem az ilyen, nem azt mondom, hogy legnagyobb félelmem, csak a csalódást okozó történés az, hogy ugye vékony szálú a hajam, már hátrányból indulok minden komolyabb frizura készítés során, de a lényeg az, hogy egyszerűen nem tudok tartós hullámokat készíteni ezzel a szerkezettel, hiába lakkozom agyon a hajamat, akkor sem maradnak meg, és gyakorlatilag 2 óra után az egész szétesik. Most nyilván használom, meg alkalmanként így működőképes, de egyáltalán nem tudok hosszú távon hullámokat varázsolni bele a hajamba. Amit nagyon szeretnék kipróbálni, és egyébként teljesen más kategória, tehát abszolút luxus szint, az a Dyson egyik terméke, az a hajformázó, amivel ugye vizesen, még ilyen félvizes állapotban kell hajat formázni, az fantasztikus lenne, ha egyszer egy olyat ki tudnék próbálni. Azzal kapcsolatban is egyébként rengeteg pozitív és negatív véleményt olvastam, de nagyon szívesen megtapasztalnám magamon a dolgot. Viszont egy kis fényerő növekedés, elnézést, hogy itt belemásztam az arcotokba, de nagyon sötét a szitu. Éppen egy videóhoz gyűjtöttem az alapanyagot a H&M-be, amikor kiszúrtam ezt a H&M Starstruck nevű palettát, ami azért tetszett meg, mert különböző színű, pontosabban 3 kék színt is tartalmaz. És azt hiszem, hogy a 8000 forintba került ez a paletta, gondoltam, hogy ó, a többi szín is annyira szuper, hogy biztosan ki fogom tudni használni. A többi színbe bele se nyúltam, a kéket sem használtam azóta, szerintem egyetlen egyszer sem. Ez egy átgondolatlan, impulzív vásárlás volt, nyilván elsősorban a videófelvétel és a tesztelés élménye miatt vettem, de aztán egyáltalán nem használom, és gyakorlatilag csak porosodik a sminkcuccaim között, úgyhogy hosszú távon megbántam, hogy ezt megvettem, mert egyáltalán nem használom ki. Teljesen le kell szoknom arról, hogy a Primarkba többet valaha is ékszert vásároljak. Van egy ilyen késztetés az embernek, amikor meglát egy ilyen 3-as pakkot 2 euróért, meg 1,5 euróért, hogy mindenképpen ugye megvegye, mert hú, micsoda deal, de minden egyes alkalommal utána bebizonyosodik, hogy egy rakás szar a termék, és egyszerűen fölösleges pénzkidobás. Hát én az utóbbi időben többször próbálkoztam karikafülbevalókkal így a Primarkból, de botrányos a minősége is, és van, hogy már vásárláskor is tudom, hogy botrányos, és az egész egy semmitérő, hát én nem is tudom, mert vasdarabnak nem mondható valamilyen anyag, amit úgy formálok, ahogy csak akarok így a kezemmel, mindegyik kb. Használhatatlan, el van
el van deformálódva, és nem működnek a csatok. Az egész egy teljesen fölösleges pénzkidobás, és nem értem, hogy miért adok mindig újabb és újabb esélyt ennek. Az agyam szerintem ugye befolyásolva van az olcsó ár kapcsán, de ezekről én teljesen le akarok állni, ezeket ki akarom selejtezni, mert ezek egy ilyen semmitérő ékszerek gyakorlatilag. Nyilván követik a trendet, meg alapul olyan biztatóan néznek ki, de a valóságban hulladék az összes. Az ékszer kollekcióm hatalmas. Nagyon sok bizsút tartalmaz, de van egy másik oldal is, a komolyabb darabok, amelyekbe én is szívesen investálok be, és vannak olyan komolyabb gyűrűim, vagy ékszereim, amelyek tényleg megérik az árukat, és hosszú évtizedekig is ugyanúgy fognak kinézni, például ez a mai gyönyörű fülbevaló is, amit említettem, ez egy Swarovski fülbevaló, és csodálatos. Az utolsó termék pedig, aminél csalódást éreztem a kipróbálás után, az a The Ordinary-nek a Matrix Seal terméke, ez egy peptid, egy nagyon különleges peptid, és technológiájában tényleg egy fantasztikus remek mű, de az igazság az, hogy most már több mint egy hónapja használom, és egyáltalán nem szeretem azt az érzetet, amit a bőrömön hagy. Nagyon érdekes az állaga, ha megpróbálnám leírni, akkor egy ilyen laza zseli feelinget mondanék, ami az én zsíros, olajos bőrömön egy olyan réteget hagy végeredményként, ami engem irritál, és nem érzem jól benne magam, ha így viselem, és még az esti rutinban hagyján, de a nappali rutinban, amikor ugye utána jobb esetben sminkelni szoktam, nagyon zavaró, mert ragacsos az állaga, egyáltalán nem látom, hogy beszívódna a bőrömbe, és egy ilyen zsíros kenyér feelinget hagy a bőrön. Természetesen el fogom használni, és próbálom a lehető legvékonyabban alkalmazni, de az biztos, hogy ezt a típust nem fogom újra venni, hanem próbálok így a peptidek csoportjából egy másikat találni. Na és akkor most térjünk át a pozitív oldalra, egyébként a hangulatom kezd egy kicsit javulni, de ez így szokott lenni, ritkán van, hogy ilyen rossz kedvel ülök le videót felvenni, de aztán félúton mindig érzem a javulást így a hangulatomban. Az első dolog, amit meg kell említenem, az a Senso Dune fogkrém lenne. Na most a Senso Dune-ről tudjátok, hogy az alapvetően az érzékeny fogaknak a szakértője, és ez a specifikus extra fehérséget is ígér. Extra fehérséget egyáltalán nem kaptam tőle, pedig 2 tubussal elhasználtam pontosan ebből a típusból, tehát az én fogaim semmit nem fehérettek, viszont az érzékenységen hatalmas változást érzékelek, akkor is, ha forró ételt eszek, akkor is, hogyha éppen valami nagyon hideget, jegeset, és múltkor jöttem rá, hogy úgy kanalazom a forró levest, mint hogyha mi se történne, a fogaimban az idegek nem rezdülnek össze, aztán valamelyik nap fagyit ettem, és szinte haraptam a fagyit, és nem hittem el, hogy itt tudat alatt történt az egész, tehát így nem fogtam fel, hogy amúgy éppen kb. Harapom a fagyit, mert hogy nem érzek fájdalmat a fogaimban. Úgyhogy ez abszolút bevált, az IT Cosmetics CC Plus Oil Free Matte CC kréme nagyon beindította a fantáziámat, már réges-régről, hiszen rengeteg általam követett YouTube-el videójában láttam, mindenki istenítette, mindenki oda volt érte, hát alig vártam a lehetőséget, hogy én is kipróbálhassam, és ugye külföldön sikerült megvennem, és hát nagy reményeket fűztem hozzá, egy korábbi videóban említettem, hogy nem vagyok tőle annyira elájulva, de akkor talán ilyen első benyomásozás, egy-két alkalom után mondtam ezt a véleményt. Hosszú távon viszont bebizonyította, hogy nem légből kapott az a rajongás, ami körülveszi ezt a terméket, és a saját bőrömön éreztem meg én is hosszú távú használat után, hogy mennyire szuper ez a termék, és amellett nem szabad elmenni, hogy 40-es fényvédőt tartalmaz, tehát ez egy olyan plusz, ami áldás, annyira nehéz jó alapozót, jó BB krémet találni, ami tartalmaz fényvédőt, de nekem már az is probléma, hogy egy jó fényvédőt találjak, tehát hogy igen, ez egy komplex dolog, de a lényeg az, hogy nagyon meg vagyok vele elégedve, és hosszú távon tényleg az, hogy teljes fedést ad, hogy megbízható, hogy tudom, hogy ha felteszem reggel, akkor az még este is úgy fog tartani, ez a fajta biztonságérzet, amit kapok tőle,
az meggyőzött, úgyhogy teljesen megváltozott a kezdeti tapasztalás óta róla a véleményem. Szerintem azt már valamennyire tudjátok rólam, hogy kedvelem a jó díleket, és tudatosan vásárolok. Ha úgy van, akkor igyekszem az akciókat kihasználni, és egy véletlen folytán sikerült akciósan vásárolnom egy Yves Saint Laurent pirosítót. Azt hiszem, ez legalább már 2 éve, hogy megvan, és még mindig alig fogyott belőle, de ez egy olyan jó vétel volt ahhoz képest, hogy egy high-end luxus márka termékéről beszélünk, hogy tényleg ez abszolút megérte az árát, még kedvezménnyel is nyilván drágább volt, mint egy drogériás, de ez a szín, ez az árnyalat nagyon jól illik hozzám, ma is ezt viselem, nagyon finom, és pont jól illik az arcbőröm tónusához. Örülök, hogy én megtaláltam őt, mert ez abszolút kiszolgálja az igényeimet így pirosító ízlésben, úgyhogy ennek tényleg nagyon-nagyon örülök, és hát nem győzöm dicsérni, meg hát viselni, hogy legalább fogjon már el végre valahára, de azt hiszem, hogy még jó pár évig velem lesz. Végül, de nem utolsó sorban az idei év legnagyobb befektetését szeretném megosztani veletek, amely egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Rettegtem tőle egyébként, hogy be fog-e válni hosszú távon a dolog, de hála a jó Istennek jó döntést hoztam. Több mint 2 évig kerestem a tökéleteset, és természetesen ezt is úgy vásároltam meg, hogy figyeltem az árát, és egy akciós napon csaptam le rám. Ez pedig a laptopom, ami a Razer márkától van. Ez egy ultrabook, tehát egy igen vékonyka és könnyű, és mindemellett nagyon erős és nagyon okos laptop. A Razer márka nem egy olyan népszerű, amit esetleg mindenki ismer, ezért egy pár szóban csak bemutatnám, hogy ez a márka a gamerek márkája, és ez az első olyan termékük, ami gyakorlatilag ötvözi a gamer termékek tudását, de mégis ezt az irodai, office, utazáshoz való formátumot veszi fel. Hát most meg ki van égve a kép, komolyan mondom, hogy már nem bírom ezt követni. Ha! Oké, egy fokkal jobb. Nekem ez a munkaeszközöm, és aggódtam, hogy ugye főleg videóvágásnál milyen eredményeket fogok majd tapasztalni a gyorsaságban, de egyszerűen, tehát folyamatosan morzsolom az örömkönnyeimet, mert hogy ilyen, hogy 3-4 perc alatt kiment egy videót. Olyan apróság, hogyha behúzok egy fájlt a vágóprogramba, és szeretném a csúszkát mozgatni rajta, hogy megtaláljam, hogy melyik ponttól vágjam meg a videót, akkor nem fagy le, és nem laggol, és úgy csúszik, mint a kés a vajon. Nem tudjátok elképzelni, hogy ez nekem milyen sokat jelent, mennyire sok időt spórolok vele, az idegeim a helyén maradnak, nem kapok folyamatos agyfaszt a videóvágásoktól, és mennyi, tényleg az, hogy időt spórol az, hogy pár perc alatt kimenti a videót, és egyszerűen nagyon jó döntést hoztam, és ilyenkor boldog vagyok, hogy ez a képességem így megvan, és hogy na, mindegy, nem akarom fényezni magam. És hát ezzel el is érkeztünk a videó végére, nem akarom tovább húzni itt az időt, meg szaporítani a szót, de gondoltam, hogy talán érdekes lehet számotokra egy ilyen tartalom, amiben megmutatom, hogy mi az, ami nálam így bevált, és jó döntés volt a vásárlás, és mi az, ami nem. Szeretem ezeket a videókat én is nézni. Ha a jövőben szeretnétek hasonlót, akkor kérlek, jelezzétek felém. Én mára elköszönök, legyen nagyon szép napotok, vigyázzatok magatokra, tessék pezsegni, és hamarosan látjuk egymást egy új videóban. Sziasztok!